Útfejlesztések Kisvárdán. Várost elkerülő útszakaszok épülnek, és balesetveszélyes közlekedési csomópontokat építenek át körforgalommá. Konyha fejlesztés. 40 millió forintból újulhat meg a nyírturai önkormányzati óvoda konyhája. Átadták a Ratkó díjat. Olá András Máté Szalkai költő pedagógus kapta idén a rangos elismerést. Több mint 5,1 milliárd forintból épülnek meg a várost elkerülő útszakaszok, illetve építenek át balesetveszélyes közlekedési csomópontokat körforgalommá jövő év végéig Kisvárdán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kisvárdai beruházás nagyobb részét a több mint 4 kilométer hosszú elkerülőkre fordítják. Az új tehermentesítő utak révén kitilthatóvá válik a kamionforgalom a belvárosból. Kisvárda egyik legbalesetveszélyesebb útkereszteződését mutatja ez a férfi. Rengeteg autó. A traktorok is itt mennek el. Pontosan, itt mennek el. Tehát Tornyospálca és környéke, almáról híres, arról nem beszélt, több tízezer mázsa alma terem. Ezeknek a leadása a réüzembe, itt ezen a részen bonyolódik le. És a kamionok is sokan járnak el, nem csak almával? Hát hogyne már, hát a kamionok szinte kikerülik a négyet, itt jönnek el. Mert van itt vagy két vagy három olyan terminál, ahol a kamionok megpihennek, nem a négyesen, hanem itt jönnek el. Olyan borzasztó nagy forgalom, nagyon nagy forgalom van. A Hármas út nevű nagyforgalmú csomópont a belváros felől három irányba, Záhony, Vásárosnamény és Mezőladány felé vezeti a forgalmat, de a közlekedési táblákat, például a stop táblát sok autós elnézi, így gyakoriak a balesetek. Ezért itt körforgalom épül ki jövő év végére, és elvégzik a hozzá csatlakozó útburkolatok felújítását és a járdák átépítését is. A becslések szerint a 370 millió forintba kerül beruházás mellett Kisvárda másik két pontján is hasonló csomópont épül, a belvárosban a Krucsai Márton úton, valamint a város északi részén fekvő Mátyás Király utcában. A három körforgalom együttes beruházási értéke csaknem 1,2 milliárd forint lesz. Nagyon sok olyan csomópontunk van, ahol már zsúfolt a közlekedés, többek között a Várdai-Krucsai út kereszteződése, ahol egy körforgalommal próbáljuk majd enyhíteni az átmenő forgalmat, segíteni a csúcsforgalom elkerülését. Hasonlóan egy nehéz közlekedési csomópontunk az úgynevezett Hármas út, ott szintén egy körforgalom épülne, ami szintén azt segíti, hogy a környező települések könnyen megközelíthetők legyenek. Emellett, ami talán a legfontosabb beruházás, ami segítheti a városon az átmenő forgalomnak a további csökkentését, hogy megépül a déli elkerülő út, ez az iparnegyed tulajdonképpen, és összekötő a négyessel. A déli elkerülő az Anarcsra vezető utat köti majd össze a négyes főúttal, becsült kivitelezési költsége 2,8 milliárd forint lesz. A kétszer egysávos út építése várhatóan jövő tavasszal kezdődhet el, a kivitelezővel 2017. januárjában köthet szerződést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. És ehhez csatlakozna a későbbiek során szintén várhatóan, bízom benne, vagy a jövő év ősze, vagy az követő évnek az eleje, az északi elkerülő út, ami szintén négyessel kötő össze majd a város északi részét. Ezáltal, ha mind a két úgymond körút megépül, akkor a város teljes egészében körbejárható, tehát elkerülhető a belváros. A Kisvárda északkeleti részén épülő elkerülő mintegy 1,2 milliárd forintos beruházással készül majd el, a közbeszerzési eljárást várhatóan jövő év elején írják ki. Az útépítések és a körforgalmak kivitelezési munkálatai várhatóan 2017 végén, 2018 elején fejeződhetnek be. A beruházások együttes becsült összköltsége meghaladja az 5,1 milliárd forintot. 40 millió forintból újulhat meg Nyírturán az önkormányzati óvoda konyhája. A fejlesztést állami forrásból 2017-ben kezdik el. A most működő konyhában a településen élők számára főznek mintegy 260-270 főre.
Az állami támogatás keretét, ami több mint 3 milliárd forint, most újabb 1 milliárd forinttal bővítették. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 138 önkormányzat nyert el támogatást erre a célra. 10 óraiznak a nyírturai óvodások. Az intézménynek saját konyhája van, ahol a napi ebéd mellett 10 órait és uzsonnát is készítenek. Ebédet ebben a konyhában 260-270 adagot főznek minden nap, mert az óvoda és az iskola mellett a szociális étkeztetésre is itt főznek. A konyha régi épület és a technológiai berendezésekre is ráfér a csere, ezért pályázott az önkormányzat konyha felújításra. 40 millió forintot nyertünk ismételten egy belügyminisztériumos forrásból a konyha felújításra, mely teljes mértékben átalakul a konyhánk, hisz ez egy 50-60 éve épült épület részletekben, épülő épületben végzik most a főzést, és teljes mértékben megújul. Önerő abban is lesz egy 3 millió forint, amit az önkormányzat fog hozzátenni, és ezt a 17-es évre tervezzük az elkezdését és a befejezését is. 130 önkormányzat nyert ősszel, most újabb 42 óvoda konyhája újulhat meg. 1 milliárd forint költségvetési forrást biztosítanak erre a célra. A gyermekétkeztetés technikai feltételeinek javítására az első körben már 130 önkormányzat kapott támogatást, most bővülhetett a keret. Az állami forrás most olyan önkormányzatokat segít, ahol korábban nem volt konyhafejlesztés, hiszen a főzőkonyháknak és a gyerekétkezőknek komoly élelmiszerbiztonsági és higiéniai követelményeknek kell megfelelniük. Nyírturán 75 gyerek jár óvodába, ebben az évben egy új csoportszobával, tornateremmel bővülhetett az intézmény. A beruházásra 30 millió forintot nyert az önkormányzat, jövőre pedig folytatódhat a fejlesztés. A topos forrásokban bölcsőde fejlesztésre, hisz most is egységes óvoda bölcsődénk van 5 fős kis bölcsés csoporttal, és ezt szeretnénk 7 főre bővíteni, és ehhez szükség van egy újabb fejlesztésre, bővítésre, hisz ilyen létszámnál már másabb szabályok vonatkoznak azokra a kis bölcsődésekre, mint az óvodásokra, és ennek szeretnénk megfelelni, és ebben a topos keretben 40 millió forintos pályázati forrás elnyerését tervezzük, be van adva, befogadták a pályázatunkat, most már csak az eredményhirdetést várjuk mi is. A 2000 fős településen több intézmény is megújulhat, korszerűsödhet uniós források elnyerésével. Olá András, Máté Szalkai költő, pedagógus kapta idén a Ratkó József díjat. Olá András az 1980-as évek óta publikál rendszeresen, egyebek mellett verseket, novellákat ír. A rangos megyei elismerést a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban vette át a díjazott. A Ratkó József díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány, az író szellemi és művészi életművének emlékére. A kuratórium tagjai minden évben olyan alkotó munkáját ismerik el, akinek munkássága, esztétikai és erkölcsi értéke megkérdőjelezhetetlen, és kötődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez. Idén Olá András, Máté Szalkai költő, tanár kapta a Ratkó díjat. A díjazottat ezúttal is több kritérium alapján választották ki. Elsősorban annak alapján, hogy a díjazott mennyire kapcsolódik a megyéhez, ehhez a régióhoz, ehhez a tájhoz, mennyire kapcsolódik Ratkó József életművéhez, illetve ahhoz az eszmeiséghez, amely Ratkó József életművéből kiolvasható. Úgy a verseiből, mint a drámai műveiből. Úgy gondoltuk, hogy Olá András, aki Ratkó Józsefnek a földie, Ratkó József által belakott vidéknek a jelentős költője, minden szempontból megfelel ezeknek a kritériumoknak. Olá András középiskolás volt, amikor a kezébe került Ratkó József Törvénytelen halottaim című kötete. Az alkotás rendkívül mély benyomást tett rá. A későbbiekben pedig tovább követte Ratkó munkásságát, sőt, személyesen is találkoztak. Itt egy olyan költőről van szó, aki egy meghatározó egyénisége volt a magyar irodalomnak a maga korában, és remélem, hogy az utókor is úgy tekint rá, hogy egy ilyen meghatározó formátumi személyiségről van szó, és rendkívül nagy megtiszteltetés. Most keresem a szavakat, nem tudok csak sablonokat mondani, tehát borzasztó jó érzés ezt tudomásul venni, hogy a megyéhez kötődő szerzőként a megyéhez kötődő költőről elnevezett díjat kaphatom meg. A díj anyagi feltételeit 2006-tól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat biztosítja. Akkor egy közgyűlési döntéssel elhatározták az akkori képviselők, hogy megalapítják ezt a díjat, amelyel minden évben szeretnék elismerni azoknak a művészeknek, azoknak az alkotóknak a munkáját, akik az irodalomban, akik a lírában, akik a drámában nagyon sokat tesznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szellemiségéért, és ahogy mondani szokták, segítenek abban, hogy az ibolya illatát úgy érezzük meg, hogy nem szakítjuk le, hanem ők segítenek nekünk abban, hogy lehajolni megtanuljunk hozzá.
A rangos irodalmi díj névadója Radkó József Nyíregyházán újságíróként is dolgozott, majd a nagykállói Kródi Gyula járási könyvtár igazgatója volt. Útszéli fasornak ütközött, a tetejére fordult, és így közúti akadályt jelentett egy személygépkocsi vasárnap reggel Nagykálló és Ludastó között. A balesetben az autót vezető fiatalember könnyebb sérüléseket szenvedett. A nagykállói önkéntes és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, majd drótkötél segítségével a kerekeire állították, valamint a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Információink szerint a rendőrség vizsgálja, hogy a gépkocsit vezető fiatalembernek van-e vezetői engedélye, fogyasztott-e alkoholt, valamint hogy a gépkocsi jogszerűen volt-e nála. Új fotóalbuma jelent meg Csutkai Csabának, a fotóművész most a térségbeli zsidó temetőket örökítette meg. Az alkotásokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 42 millió forintból újították fel a nyíregyházi Bánki Donát műszaki középiskola tornacsarnokát. A beruházás eredményeként többek között kicserélték a parkettát, új kosárlabda palánkokat vásároltak, és megújult 4 öltöző is. A nyíregyházi Offside Old Boys replika csapata nyerte az 5. alkalommal megrendezett Nyírerdő Retro Rádió kupát. Az öreg fiúk teremlabdarúgó tornáján a Bemiskola csarnokában 3 megye 7 településéről összesen 17 csapat mérte össze tudását. Ahol szétoszlik a világosság címmel jelent meg Csutkai Csaba fotóművész legújabb albuma. A könyv különleges és értékes gyűjteménye a Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei és a hegyaljai zsidó temetőknek temetkezési szokásoknak. Az album a Rétközi Múzeum gondozásában jelent meg, és a nyíregyházi zsidó hitközség imaházában mutatták be vasárnap. Számtalan gyógyulás, bölcs példázat és jó tanács fűződik a Csodarabbik nevéhez. Csutkai Csaba mindig is érdeklődött a Csodarabbik történetei iránt. Ezt hívta életre, ezt a fotóalbumot is. Arra gondolt a művész, hogy megörökíti a nagykállói Csodarabbi, Taub Izsák Ezákiel sírhelyét, ugyanis a nagykállói régi zsidó temetőben a sírhely máig a mai haszid zsidók zarándok helye. Igazából az volt számomra a legmeglepőbb, ahogy a legfiatalabb korosztálytól kezdve a legidősebb korosztályig ellátogattak több ezer-tízezer kilométer távolságból, és őrzik azokat a hagyományokat, azokat a tiszteleteket, amik az ő vallási vezetőiknek, az ő rabbiuknak a tiszteletére, emlékére eljönnek és ápolják, és ez az a meséld el fiadnak abszolút példaképe volt, és az a tisztelet, ahogy az ősökhöz viszonyulnak, és az őshöz viszonyul. A nagykállói után jöttek a nyíregyházi, a kisvárdai, az újfehértói, az olaszliszkai és a bodrogkeresztúri zsidó temetők. Őrizd meg, és emlékezz, hívja fel a művész az utókor figyelmét. Aki belelapoz a könyvbe, láthatja, hogy a fotósorozat kultúrtörténeti, vallástörténeti szempontból is hűen dokumentál. Én hiszem azt, hogy egyrészt oktatás szempontjából, és hogyha így látjuk, hogy valóban elfogadtatás szempontjából, hogy jelen vannak ezek a személyek, ezek a zarándoklati helyeknek a látogatottságával, elfogadást mindenféleképpen szeretném erősíteni ezekkel a képekkel. Dr. Ricu Zoltán történész és Néző István könyvtáros gyűjtötte össze a szemelvényeket, információkat, lektorálta a könyvet, amely a Kisvárdai Rétközi Múzeum gondozásában jelent meg. ~42 millió forintból újították fel a nyíregyházi Bánki Donát műszaki középiskola tornacsarnokát. A 30 milliós TAO támogatás mellé 9 millió forintot a szakképzésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium, 3 milliót pedig a nyíregyházi kosárlabdát szeretők közhasznú egyesülete biztosított. A beruházás eredményeként többek között kicserélték a parkettát, új kosárlabda palánkokat vásároltak, és megújult 4 öltöző is.
A Bánki tornacsarnokát 38 évvel ezelőtt adták át, és az elmúlt közel 4 évtizedben a festésen kívül nem nagyon nyúltak hozzá a létesítményhez. A kosárlabdázók hosszú ideje használták a termet, amelynek borítása már balesetveszélyes volt. A TAUS támogatásnak köszönhetően a Nyíregyházi Kosárlabdát Szerető Közhasznú Egyesület újította fel a létesítményt, amely többek között 4 új palánkot és egy eredményjelzőt kapott, de a teljes csarnok és a kiszolgáló létesítmények is megújultak. Festés előtte volt egy világítás korszerűsítés, de kicseréltük a teljes padlót, amely azt jelenti, hogy felbontva a régét, ami már több mint 30 éves volt, egy új padló szerkezetet építettek a kivitelezők, illetve ez kapott egy új festést, tehát vonalazást, nyilván a terem is egy teljes komplett festés lelátóstól, a korlátok újra festése, a bordásfalak felújítása és hozzá pótbordásfal vásárlása. Az öltözőket teljes mértékben átalakítottuk, felújítottuk. Az azt jelenti, hogy 4 öltöző áll most már a versenyeztetés és az utánpótlás közös rendelkezésére. A Bánkiba közel 1200 diák jár. A megújult teremnek köszönhetően a jövőben a kosárlabdára korábbinál nagyobb figyelmet fordítanak majd az intézményben. Javarészt focisták vagyunk, tehát a focit szeretjük, de mint a beszédemben is említettem, most már a kosárlabdát meg kell, hogy szeressük, és meg is szeretnénk szeretni, mert a körülmények arra adottak, hogy a kosárlabdát erősítsük, hogy ezen leszünk. De természetesen nem csak ilyen sportokkal foglalkozunk, mert atlétikáznak, gyerekeink kézilabdával foglalkoznak, mindenféle íjászat, tehát sokféle sportot üzünk. A Bánki terme lesz a Szentsenyikse NB2-es kosárlabda csapatának az új otthona. Kovács Tibor együttese a felújított csarnokban tartja majd az edzéseket, és ott játsza majd a bajnoki meccseit. A nyíregyházi Offside Old Boys replika csapata nyerte az 5. alkalommal megrendezett Nyírerdő Retro Rádió kupát. Az öreg fiúk teremlabdarúgó tornáján a Bemiskola csarnokában 3 megye 7 településéről összesen 17 csapat mért össze tudását. Egy év szünet után visszatért a Bemiskola csarnokába a Nyírerdő Retro Rádió Kupa öreg fiúk labdarúgó torna. A 35 év fölötti játékosokat felvonultató együttesekben jó néhány nagypályán veretes múltat maga mögött tudó futballista lépett pályára. Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 17 csapat nevezett a rendezvényre. Bár a játékosok futógyorsasága már kissé megkopott, a labdával továbbra is jó barátságban vannak a kispályás focisták. A kispályás labdarúgás az egy nagyon gyors játék, itt pillanatok alatt kell dönteni, ezért is sajnálom azt, hogy a nagypályás edzők nem igazán engedik a téli időszakba a játékosokat, hogy játszanak a kispályán, hiszen hogyha csak a futszált nézzük, a futszálban nagyon sok olyan játékos, világhírű játékos került ki, majd később nagy csapatokba, akik itt megtanulták a labdarúgás mindenféle szét. És ugye parkettművészek voltak, de viszont gyakorlatilag a nagypályán tették le igazán az asztalra azt, ami a labdarúgásnak a legszebb része. A tornán résztvevő játékosok szerint a labdarúgás kortalan sportág. Ezt bizonyítja Gráf Mihály is, aki a 6. X-hez közeledve is ott van a pályán. A kispályás bajnokságoknál is azok az öregebb, idézőjelben öregebb emberek, mint én is már, hogy 60 éves vagyok, nagyon-nagyon szeretjük a focit, akik ebben nőttünk föl. Remélem, hogy amíg tudunk mozogni, és még találunk olyan ellenfeleket, akik kiállnak ellenünk, addig itt leszünk a pályán. Az 5. Nyírerdő Retro Rádió Kupát a nyíregyházi Offside All Boys replika csapata nyerte a nagykálói viszokai gumiszerviz és a hajdúböszörményi Tungsram es előtt. A gólkirályi címet az offside-os Kosán István szerezte meg, a legjobb kapusnak pedig Viszokai Lászlót választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több mint 5,1 milliárd forintból épülnek meg a várost elkerülő útszakaszok, illetve építenek át balesetveszélyes közlekedési csomópontokat körforgalommá jövő év végéig Kisvárdán. A beruházás nagyobb részét a több mint 4 km hosszú elkerülőkre fordítják. Az új tehermentesítő utak révén kitilthatóvá válik a kamionforgalom a belvárosból. 40 millió forintból újulhat meg Nyírtúrán az önkormányzati óvoda konyhája. A fejlesztést állami forrásból 2017-ben kezdik el. A most működő konyhában a településen élők számára főznek mintegy 260-270 főre. Az állami támogatás keretét, ami több mint 3 milliárd forint, most újabb 1 milliárd forinttal bővítették. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében összesen 138 önkormányzat nyert el támogatást erre a célra.
Olá András Máté Szalkai költő, pedagógus kapta idén a Ratkó József díjat. Olá András az 1980-as évek óta publikál rendszeresen, hegyebek mellett verseket, novellákat ír. A rangos megyei elismerést a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban vette át a díjazott. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 28-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős hideg időre számíthatunk, hóra egyenlőre nem kell számítani. Éjjel eleinte gyengén felhős, majd derült idő várható. Az északnyugati szél helyenként még élénk marad, hajnalban erősen lehűl a levegő. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, néhány órás napsütésre is számítani lehet. Csapadék nem valószínű, a nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán a napos időt követően estétől megvastagszik a felhőzet, napközben még nem valószínű csapadék. Csütörtökön viszont többször is eshet, gyenge havazás, havas eső várható, majd kissé megenyhül az idő, péntek hajnalban fagy sem valószínű. A hét utolsó napjaiban többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, szombattól ismét erősödik az éjszakai lehűlés.